hogy mivel kulturális évadító, ezért produkció is lesz, méghozzá a saját bemutatómból hangzik el egy teljesen új szám. Ezt úgy kell elképzelni, hogy leültünk körülbelül, hát nem, novemberben, decemberben. Leültünk Hargita Ivánnal, Halasi Dániellel, Szabó Attilával, Beck Zoltánnal arról beszélgetni, hogy mi az a színház, ami most a Covid alatt érvényes. Vegyük elő megint a Csárdás királynőt, vagy nem tudom, tehát hogy nyúljunk vissza olyan dolgokhoz, amit folyamatosan játszanak és játszottak az elmúlt évtizedekben, vagy reagáljunk és reflektáljunk arra, hogy mi van a nagyvilágban, illetve mi van Magyarországon. Nagyon-nagyon-nagyon rossz mentális állapotban vannak az emberek, és ezt nem azért mondom, hogy most itt rémizgessek, hanem azért a sajnos saját tapasztalatom az, hogy kamaszok például öngyilkosok lesznek, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz állapotban vannak. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy erre igenis válaszolnia kell a színháznak. A színház nem lehet múzeum, a színháznak mindig azokra a kérdésekre kell válaszolnia, ami éppen a világban folyik. Nem mehetünk el emellett. És azt gondoltuk, hogy mi lehet az, illetve kikkel lehet egy olyan produkciót létrehozni, ami a fiataloknak szól. A fiatalokat rázza föl, vagy pedig egyáltalán elgondolkoztatja, hogy miért érdemes felkelni, miért érdemes élni, miért érdemes létezni egyáltalán egy ilyen bizonytalan világban. És azt gondolom, hogy nem mindig tudjuk mi felnőttek megadni erre a választ, ezért megkérdeztük a fiatalokat, színi akadémistákat, hogy ők mit gondolnak erről. Ebből született az Ahogy tetszik alapján egy átirat, mert hogy Shakespeare is erről beszél, nagyon furcsa, ugye az 1600-as évek elején arról beszél, hogy fiatalok rosszul érzik magukat és elvonulnak. Elvonulnak, és megpróbálják a saját értékeiket és értékrendszerüket újra gondolni. Na, én erről nem is beszélnék tovább, hanem adtam a szót Szabó Attilának, aki ezt a szövegkönyvet létrehozta, és ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas ifjúsági előadásunk lesz, és Beck Zoltánnak, akit elkapott a flow, és azonnal írt is rá egy lemeznyi dalt, és ebből az egyik dalt fogják hallani, ami nem így fog elhangozni majd a színpadon, természetesen, de minden esetre ízelítő az üzenetből, vagy a lényegből, vagy arról, hogy miről szeretnénk beszélni. Köszönjük szépen! Nóra nagyjából vázolta már azt a kiindulási pontot, amivel elindultunk a színi akadémistákkal. És hát ez egy rendkívül izgalmas feladat volt, leginkább azért, mert hogy a jelenléti oktatásnak épp hogy csak helye volt ebben az évben. Nagyjából arról szólt a munkánk, hogy hogyan tudunk az internetnek nevezett börtönben a lehető legnagyobb szabadsággal élni és megtalálni azokat az utakat, amik a tanulásokba, diákokba lévő színészhez vezetnek. És aztán egyszer csak egy ilyen kitörési ponthoz érkeztünk, amikor nem csak arról van szó, hogy az elmaradt gyakorlatok helyett egy előadással tudunk készülni, hanem egész egyszerűen egyből itt, 800 ember előtt fiataloknak, vagy kevésbé fiataloknak, de elsősorban fiataloknak szálljuk az előadást, beszélni tudnak arról, hogy milyen ma itt létezni, és Shakespeare erre tökéletesen alkalmas, úgyhogy azért is örülök annak, hogy a Zoli azt a dalt választotta, ami egy az egybe eredetileg Shakespeare, amit most el fog nekünk énekelni az előadás, a készülő előadásból.